A térségben egyre melegedő és csapadékszegény időjárás hatására a talajvízszintek folyamatosan az átlag alatt vannak. Az év első három hónapjában szinte egyáltalán nem esett az eső, ez a mezőgazdaságnak sem kedvezett. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből már tavaly is az országos átlagtól magasabb aszálykárt jelentettek be. A helyzet ősszel tovább romlott, így az őszi kalászosokat olyan talajba vetették, ahol nem lehetett első osztályú terményre számítani. Az elmúlt időszak csapadékszegény időjárása miatt a 2019-es kárenyhítési évben a termelők eddig közel 550 aszálykárt jelentettek be, mintegy 24 ezer hektár területen, áll az Agrárminisztérium közleményében. Ennek a számnak a nagyságát az mutatja, hogy az elmúlt év hasonló időszakáig csupán egy kárbejelentés érkezett 41 hektár területre. A gazdák az agrárkárenyhítési alapra számíthatnak. Az elmúlt években már 25 milliárd forintnyi összeget sikerült felhalmozni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke kiemelte, akik eddig nem vették komolyan az öntözési rendszer kiépítésének fontosságát és fejlesztését, azok most belátják, mekkora szükség van erre a vízhiányos időszakokban. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm a nézőket! Az elmúlt hetekben, hónapokban viszont azért jelentős mennyiségű eső esett. Még mindig a szájról beszélhetünk a mezőgazdaságban? Hát én úgy gondolom, hogy ez a mostani csapadék, ami az elmúlt két hétben érkezett, az a 24. órában érkezett, és talán már nem is az őszivetésűekre, hanem inkább a tavasziaknak a kelését gyorsította, vagy segítette nagyban, ugyanis 20-30%-os terméskieséssel indultunk volna, ez a csapadék nem érkezett volna, legalább ilyen mértékű volt az, ami szemek nem olyan helyre kerültek, ahol meg tudtak csinálni, nem kerültek nedves talajba. Még akkor sem, ha már elég korszerű technológiát alkalmazunk a vetésnél, mégis most bebizonyította volna, hogy hiába a korszerű gépek, ha nincs meg az a nedvesség a magoknak, ahol még mélységben le tudjuk helyezni, akkor ilyen 20-30% nem kelt volna ki. Ez az eső, mikor megérkezett egy 8-10 nap után, szépen kisoroltak azok, amik lemaradtak, és ahogy folyamatos ez a csapadék, már azt mondhatjuk el, hogy május 15-én, hogy talán a napraforgó és a kukorica az átlagos évekhez képest még fejlettebb is, mint szokott lenni. Az őszi kalászosokon sajnos nem segített, már itt a bokrosodási időszakban nem érkeztek meg, úgyhogy kevesebb tőszámmal, kevesebb kalásszal számolhatunk majd a betakarításkor. Azok, amit hallottunk, hogy a kárenyítésbe bejelentettek, azok a károk sajnos áprilisban nem csak a csapadék érkezett meg április végén, hanem előtte megérkezett egy hideg hullám is, ami a gyümölcsösökben eltérő mértékű, de károkat okoztak. Ezek a kárbejelentések megtörténtek. Nem sokára erről is beszélünk. Rendben, nem akarom befolytani a szót, de még azért visszatérvén egy kicsikét az aszályra. Ugye azt lehet mondani, hogy akkor a 24. órában érkezett az eső. Viszont még mindig kellene, nem? Tehát, hogy még mindig azért, hiába úgy tűnik, hogy elegendő ez a csapadékmennyiség, de még mindig jó lenne. Igen, egy pár adatot talán erre. A tavalyi évben, ha emlékszünk rá, itt beszéltünk róla, hogy milyen az elmúlt tenyész időben egy 100 mm-es hiányal jöttünk bele az őszi vetésűekben. Az őszi vetésűek nem kaptak csapadékot, sőt a télen is, ami hó volt egy alkalommal, az körülbelül 20 mm-t pótolt vissza ebből a kiesésből, és áprilisra elértünk, amikor a tavaszi vetésűek megkezdődtek, hogy már 150 mm csapadék hiányról beszélhettünk, és nagyon jókor jött ez a csapadék, ez az 50-80 mm is érkezett itt az elmúlt időszakban, csökkentett a nagy mértékben, de még egy 50-70 mm mindig hiányzik a sok éves átlaghoz képest. Ez a felső rétegben most azt mondható, hogy úgy tűnik, mintha elég lenne, de ennek a 70 mm-nek még jó lenne, ha ilyen csendes eső formájában, mint amit az elmúlt időszakban hullott le,
pótolná ezt a 70 mm-t, hogy telített legyen a talaj. És ez azért is lenne jó, hogy legyen megfelelő mennyiségű víz az öntözéshez, ugye? Hát az öntözőkutakat, aki nem felszíni vízből öntöz, az ez lényegesen nem befolyásolja, mert az a vízszint azért ott az 50 méter környékén még nem változott ilyen mélységben, inkább itt a felszíni vízekről beszélhetünk, vagy a talaj telítettségéről, hogy több méteres hiányok vannak. Hogyan lehetne kivédeni azt, hogy ugye, hát azért ennek ellenére akárhogyan is nézzük, bizony egyre csapadék hiányosabb a térségünk, ezt hogyan lehetne kivédeni önök szerint a továbbiakban? Hát most már beszélgettünk itt róla magukkal is többször, mégiscsak komoly elhatározás történt a kormány részéről is, ugyanis 35 milliárdot szántak csak az elmúlt időszakban erre, amit nem ismerítettünk még ki. Körülbelül 28 milliárd van ebből lekötve, körülbelül 600 termelő ért ezzel a lehetőséggel, és folyamatosan adnak be pályázatokat, úgyhogy aki komolyan gondolja az elkövetkező időszakban a mezőgazdasági termelést, az mindenki belátja, hogy öntözött terület nélkül ez nem megy, legalább a kézi munkaigényes növényeket olyan helyre kell vetni, ahol meg tudja öntözni, ahol a vetőmagok nagy költséggel járnak, a borsó, a burgonya, és olyan növények, amiből egy bizonyos hektáron nagyobb jövedelemre mert lehet megszerezni, de nyilván a nagyobb jövedelemnek pedig a befektetett munka, a hozzáadott értéke, szóval azokat a növényeket olyan helyre kell ültetni, vetni, ahol már öntözött területek vannak. A fagykára kapcsolatban önbe fordítottam a szót, térjünk át akkor a fagykára, hogy azért ugye a megye különféle térségeit illetően különféle mennyiségű volt a fagykár, hogyha jól tudom. Igen, ez egy heten keresztül szint az egész megyét bejárta minden éjszaka változó helyiségekkel, és attól függ a mérték ennek a fagynak, hogy milyen károkat okozott. Ez a mínusz 2 foktól a mínusz 5,5 fokig volt. Nyilván, ahol a mínusz 5,5 fokot és olyan állapotban érte a virágzás időszakban volt ez, ami legérzékenyebb volt, azokban a fajtákban nagyon mértékű kárt okozott, de összességében nem mondható el a 2007-eshez hasonló kárt, mindenkinek maradt meg valamilyen fajtája. Magyarán mennyi volt a kár, úgy a becslések szerint? Úgy becsüljük, hogy tudik. Egy 20-40% körüli a megyére a kár. Ez, ha azt veszük, hogy a tavalyi évhez viszonyítjuk, amikor egy csúcs termés volt, akkor egy közepestű gyengébb termés látszik most kilátásban. Nyilván ez még most elég korai lenne, még a cseresznye vonatkozásban is rámondani, hogy ez 20%-os vagy 40%-os, ugyanis ez a termésritkulások, vagy a lemaradt gyümölcsösök, hogy megmarad-e a fán, vagy le fog hullani az a következő 10 napban fog elválni. Kárenyhítési alap, az mennyire lehet segítség, akár a tekintetben is fagykár, illetve az aszály. A kárenyítési alapunk fel van töltődve, mint tudjuk, az 50%-át a gazdálkodók fizetik, és a mindenkori kormány tesz hozzá 50%-ot. Ez 9 milliárd lenne egy évben, a 2,5 milliárd. Most egy 25 milliárd körüli feltöltöttségről beszélhetünk, úgyhogy azokat a kárenyítési alapból a jogos károk bízhatnak benne, hogy úgy tűnik, hogyha még nagyobb csapás nem lesz, akkor ez bőven fedezi azokat a kárigényeket, amik jogosnak tűnnek. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Mi meg köszönjük a lehetőséget.